Köszöntöm a képviselőtestület tagjait, jegyzőurat, vendégeinket, tévénézőket szeptember 24-én csütörtökön 17 órakor rendes testület ülésünkön. Megállapítom, hogy a testület 6 fővel jelen van, határozatképes. Napirend előtt néhány szóban beszámolnék a lejárt határidei határozatok végrehajtásáról. Az elmúlt hónapokban, az elmúlt időszakban a legutóbbi rendes testületülés óta a 38 határozatból 32 került végrehajtásra, 6 végrehajtása jelenleg egy folyamatban van. Az elmúlt hónapokban több alkalommal tárgyaltam, egyeztettem a Magyar Kajakkenu Szövetség vezetőivel a visegrádi sportélet fejlesztési lehetőségeiről. Tárgyaltam Lengyusz Gábor úrral, a Külsi Parkvezető vezérigazgatójával, városunkat és lakosainkat érintő kérdésekről, valamint több alkalommal folytattam tárgyalásokat a Lepence strand újjáépítéséről. A Mahar Pasznáva igazgatójával az új kikötő építésének ügyében találkoztam. Az ANTS munkatársaival egyeztetést folytattunk az óvoda bővítés ügyében. Tervtanácson vettem részt, valamint egyeztettem a zöldház tulajdonosaival. Verebély Ákos Váci tankerület igazgatójával a tanétkezdés és az iskola ügyében folytattam egyeztetéseket. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT vezetőivel, vízügyi igazgatóság igazgatójával és a Nemzeti Park igazgatójával folytattam tárgyalásokat a sportpálya és környezetének tulajdonba vételének ügyében. Az iskola építéséről egyeztettem több ízben Kovácsics András úrral, VMSK képviselőjével. A gátépítés során gátkooperáción vettem részt több alkalommal. A Nemzeti Sportközpont vezetőjével sikerült megegyezni az iskola területén és környékén lévő régi építőanyagok elszállításával kapcsolatban. Részt vettem Bánó László díszpolgár megemlékezésén. Városi ünnepségeken és rendezvényeken. Bemutatkozó megbeszélésen járt nálam a Termálhotel új igazgatója. Valamint a tegnapi nap folyamán a visegrádot érintő feladatokról egyeztettem Héj Dávid miniszterelnöki biztos úrral és Hatházi Sándor országgyűlési képviselővel. Köszönöm szépen! Megkérdezem a testületet, hogy van esetleg kérdés, hozzászólás? Nincs, köszönöm. Aki a beszámolót elfogadja, kérem jelezze. Köszönöm szépen! Kötingennel a beszámoló elfogadásra került. Napirend elfogadása következik. Egy pótnapirendet szeretnék jelezni az átülés keretén belül a Magyar László Tornacsarnok közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan kell döntést hoznunk. Ez lenne a 16. napirend a mai testületülésen. Valamint a rendes testületülés végén természetesen egyebekben bárkinek felvetése van, hozzászólása, arról is tudunk, sort keríteni. Aki ezen módosításokkal a napirend elfogadását javasolja, kérem jelezze. Köszönöm szépen, a napirend egyhangulag 6 igennel elfogadásra került. Első napirend tárgyalása következik. A Fellegvár óvoda 2019-2020 nevelési évi tevékenységéről beszámoló dokumentumok elfogadásáról. A beszámolót a bizottság tárgyalta. Megkérem elnök asszonyt, hogy tájékoztasson bennünket a bizottság határozatáról. A feladatok a beszámolója, illetve a mellékelt dokumentumokat, az SMS, a munkatervet és egyéb pedagógiai programokat megtárgyalta. Az intézmény vezetők jelen voltak, és a kulturális bizottság a mellékelt dokumentumokat, tehát az óvoda tevékenységéről szóló beszámolót, a munkacsoport éves tervét, a házi rendet, az óvoda éves munkatervét, a pedagógiai programját és az SMS-ét elfogadta, és a testületük is elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen! Napirendhez kérdés, hozzászólás? Nincs. Ebben a napirendben két határozati javaslatot kell majd hoznunk. Most az elsőről akkor szavazunk, a beszámolóról. Kérem, aki a beszámoló elfogadását javasolja, jelezze. Köszönöm szépen, a beszámoló egyhangúval elfogadásra került. Megkérem jegyző urat, hogy a második határozati javaslatról néhány szót. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Az
államtitkár kértelmének a határozatnak a módosítását, amely még júniusban született, az új óvodavezető, Orbán Miklós nő, nem december 1-től, hanem augusztus 1-től, 2020. augusztus 1-től, 2025. augusztus 1-ig ezt óvodavezetőnek kéne lesz a technikai jellegű módosítás. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdés? Köszönöm. Kérdés, hozzászólás nincs. Aki a határozatban foglaltakkal egyetért és elfogadásra javasolja, kérem jelezze. Köszönöm szépen, a javaslat egyhangulag elfogadásra került. A második napirendi pont a Visegrádi Városfejlesztő Kft. 2019 évi mérlegének és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról. A pénzügyi bizottság tárgyalta a beszámolót, megkérem elnök asszonyt, hogy tájékoztasson bennünket a határozatokról. A pénzügyi bizottság tárgyalta, hogy vendégünk az ügyvezetőigazgató is. Egy-két dolgot kérdést feltettünk neki, amikor rendkívül megválaszolt, úgyhogy a pénzügyi bizottság úgy döntött, hogy beszámoló tárgyalja. Köszönöm a tájékoztatást. Kérdezem, van esetleg kérdés, hozzászólás? Nincs, köszönöm. A szavazás következik. Aki a Visegrádi Városfejlesztő Kft. 2019 évi beszámolóját elfogadja, kérem jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú ide. Igen, a beszámoló elfogadásra került. Harmadik napirendi pontban a Provisegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019 évi mérlegének és pénzügyi beszámolójának elfogadását tárgyaljuk. A bizottság ezt a beszámolót is tárgyalja, vagy tárgyalta, és megkérem elnök asszonyt, hogy tájékoztasson bennünket a bizottság álláspontjáról. Igen, ennek a kártyának is a vezetője jelen volt a bizottság ülésen. Egy-két akkor kérdés megválaszolt, és ennek kívül a kérdésre beszámolt elfogadtuk. Köszönjük szépen. Tekintettel arra, hogy a Kft. Ügyvezetője jelen van, azért a kérdés most hozzá is szól, hogy hozzá is intézem, hogy esetleg van-e hozzászólás, kiegészítés a bizottságülésen elhangzottaknak. Köszönöm szépen is. Rendben. Nekem lenne annyi hozzáfűzni valom, hogy tulajdonképpen mind a Provisegrád Kft., mind pedig a Városfejlesztő Kft. Nem csak a pénzügyi bizottság előtt számolt be az elmúlt év tevékenysége, hanem a Városfejlesztési Bizottság előtt is, és a Városfejlesztési Bizottság is elfogadta mind a két beszámolót. Köszönjük a kiegészítő tájékoztatást, tehát mindkét napirendet tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság is részletesen, és a bizottság is, a Városfejlesztési Bizottság is elfogadta a beszámolókat. Ennek ismeretében kérdezem a testület tagjait, hogy aki elfogadja a Provisegrád Kulturális Kft. Mérlegét és beszámolóját, kérem ezt jelezze. Köszönöm szépen, a beszámoló elfogadásra került. A négyes napirendi pont, Visegrádi Királyi Palota korabeli vízellátásának újjáépítése és szemléltetése a Mátyás forrás vízének, mint megújuló energiaforrásnak felhasználásával című projekt támogatásáról. Egy támogatást kértek tőlünk a Mátyás forrás vízének a palotába való bevezetésével kapcsolatban. A bizottság tárgyalta, megkérdezem elnök urat, hogy a bizottság döntéséről. Tájékoztasson bennünket, kérem. Köszönöm szépen. A bizottság nagy lelkesedéssel fogadta ezt az ötletet, hogy a Mátyás forrás vizét a hegy oldalból bevezetni a Herkules útba, és ez egy igazán komoly turisztikai vonzerőt jelentette ennek a városnak, és ilyen formán a bizottság véleménye az volt, hogy javasolja a testületnek, hogy ezt az ötletet, ezt kicsit több, mint ötlet, ez egy kidolgozott terv tulajdonképpen, ezt biztosítsa a testület jóindulatú támogatásáról. Annyit azért hozzá kell tenni ez a kérdéshez, hogy ez egy nagyon nehéz probléma, nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, nagyon sok szereplős történet, tehát itt olyan állami és nem állami szervek is érintettek ebben, komolyabban építettek, mint a város. Én úgy gondolom, illetve a bizottság tagjai úgy gondolják, hogy
hogy a városnak mindenképpen üdvözölnie kell, de ezen kívül én, a tagok azt gondolják, hogy sokkal többet nem tudunk az ügyben tenni. Reméljük, hogy sikerülni fog az elképzelés. Köszönöm. Igen, tehát a bizottság ugye elvi támogatásával biztosított természetesen a projektet, és egyben kérte, hogy amikor a megvalósítottsági tanulmány elkészül, akkor ezt is mutassák be a testület és a bizottság számára. Pontosan. Köszönöm szépen. Aki a parancsoló? Szeretnék egy gondolatot hozzáfűzni azzal kapcsolatban, amit Géza mondott, hogy én a magam részéről nagyon biztonsággal támogattam akár még elvi szinten is ezt a projektet, hogyha a kezünkben lenne, vagy látnánk az érintett felek, tehát akár a Mátyás Király Múzeum, akár a Pilisi Parkerről ugyancsak ilyen elvi szintű támogatása. Tudom, hogy ez most nincs a kezünkben, csak én örülnék, hogyha valami ilyesmit is esetleg be tudnánk szerezni, hogy lássuk, hogy azért az érintett felek hogy állnak ez a kérdéshez. Mert szerintem nagyjából nekünk van a legkevesebb részünk ebben a projektben. Tehát a leginkább érintett az a forrás tekintetében. Hát a parkerből, illetve hát a múzeum. Én csak azt szeretném jelezni, hogy nem tudom, hogy része ennek a projektnek, hogy az összes többi féltől is szerezzenek be egy ilyen elvi támogatást. Tehát kíváncsi lennék a többi érintettnek is a hozzáállására. Köszönöm. Minden bizonnyal ezen túlmenően erősebb és, hogy így mondjam, minden biztos, hogy beszerezték a támogatást, hiszen a legjobb tudomásom szerint a többszöri bejáráson részt vettek a parkerdő és a múzeum képviselői is, és segítették az elmúlt években számos szükséges adattal, anyagokkal a projekt előkészítését. Tehát aktívan közreműködtek és közreműködtek a projekt előkészítésében. Ennek okán feltételezem, hogy támogatásukat írásban is megadták, nem csak szóban és a mindennapokban történt bejárásokon és egyéb adatszolgáltatás keretén belül. Köszönöm. Illetve hát a bizottsági ülésen még az szóba került, hogy ugye nincsen teljes mértékben kidolgozva maga a projekt, hogy mi történik azokkal a negatív transzferekkel, amit esetleg utána nekünk kell biztosítani a elfolyó vízre tekintette, vagy bármiféle olyasmi, úgyhogy ennek mindenképpen lesz, azt gondolom, hogy olyan köre, amikor a pontos projekt ismeretében, hogyha ez megvalósul, akkor azokat a részleteket még ki tudjuk dolgozni, amihez még kellhet. Igen, ezt kértük is, hogy ezekről időben számoljanak be. További kérdés, hozzászólás? Nincs, köszönöm szépen. Akkor abban az esetben, hogyha aki a módosított határozatjavaslattal egyetért, tehát hogy elvi támogatásáról biztosítjuk a projektet, támogatásunkról biztosítjuk a projektet, és egyben kérjük a megvalósíthatósági tanulmány során a betekintést és az együttműködést, kérem jelezze. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadásra került a módosított határozati javaslat. 5. napirendben az önkormányzatunk 2020 évi első fél évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tárgyaljuk. Nagyon részletes anyagot állított össze a pénzügyi osztály. A bizottság tárgyalta, megkérem elnök asszonyt, hogy tájékoztatjon a bizottság álláspontjáról. Tárgyalta a pénzügyi bizottság, ugye tudjuk, hogy az első fél évben komoly kieséssel, a koronavírus miatt zárni, viszont tulajdonképpen ami nagyon jó, hogy annyi felvételünk érkezett az első fél évben, amennyit gyakorlatilag elköltöttünk, tehát semmiféle negatívum nincsen az első fél évben, és úgy tűnik, hogy szépen tovább is jönnek a felvételek. Ezt majd igazán majd a szeptemberi vagy későbbi zárás után fogjuk látni. Tehát a lényeg az, hogy a bevétel kiadásunk az nagyjából ugyanaz volt az első körében. Köszönjük szépen! Köszönjük! Kérdés esetleg, hozzászólás? És ezzel elfogadta a bizonyos. Köszönöm szépen, feladási javasolta. Igen? Én csak szeretném megköszönni, mert tekintettel arra, hogy jelen van itt az ülésen a pénzügyi vezető asszony, hogy a jegyzőrnök is, a pénzügyi vezető asszonynak is, hogy ezt a komoly munkát megcsinálták, és az a kérdésem, hogy esetleg van-e valami, amit szeretném mondani.
Szépen. A szavazás következik. Kérem, aki elfogadja az önkormányzat 2020 első felé gazdálkodásáról beszámolót, hogy jelezze. Köszönöm szépen. A beszámoló egyhangulag elfogadásra kerül. A következő 6. napirendi pontban a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj rendszerhez való 2021 évi csatlakozásról kell döntenünk. Ugye a Burza Hungarikában már évtizedet meghaladóan az önkormányzat részt vesz, az ösztöndíjrendszerben igyekszik támogatni a diákokat. A Kulturális és Oktatási Bizottság tárgyalta, megkérdezem elmúlt azt, nem, a Népvédelmi Bizottság tárgyalta, elnézést. A Népvédelmi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta a határozati javaslatot, jelesül, hogy az önkormányzat csatlakozzon és vegyen részt a következő esztendőben is a Burza Hungarika ösztöndíjrendszerben. Kérdezem, hogy van esetleg kérdés, hozzászólás? Nincs. Köszönöm szépen. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem jelezze. Köszönöm szépen, a javaslat egyhangulag elfogadásra került. Következő 7. napirendi pontban a Visegrád 92-es eredeti számú ingatlant érintő település rendelési szerződésről kell döntenünk, tehát annak egy pontjának meghosszabbításáról, hogy itt a CBA-nak a megújításáról van szó. Tavasszal tessék! Ez a 7-es most. Ez a 7-es most. Tehát, ugye itt a CBA felújításának befejezéséről van szó. Bizottság tárgyalta, megkérem elnök úrtól, hogy tájékoztasson a bizottság álláspontjáról bennünket. Igen, hát mint tudjuk, ugye a CBA külső burkolatának a munkái még egy része még hátra van. A szerződés módosítás arról szólt, hogy december 31-e legyen a munka befejezésének véghatárideje. A bizottság úgy gondolta, hogy december 15-ére módosítsuk ezt a szerződési határidőt, tekintettel arra, hogy 15-e és 30-a között ugye ez karácsony, nagy bevásárlás, egyebek vannak, és úgy gondolja a bizottság, hogy ha a 30-áig meg tudják, 15-ig biztosan meg tudják csinálni azok a vállalkozók, akik erre vállalkoztak. Úgyhogy röviden a bizottság javaslata az, hogy a befejezési véghatáridő december 15-e legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a módosított határozati javaslatot elfogadásra javasolja, jelesül, hogy a CBA-t érintő szerződésben foglalt véghatáridő december 15-re módosuljon, kérem jelezze. Köszönöm szépen, a javaslat egyhangulag elfogadásra került. 8-as napirend következik, a név nélküli, jelenleg még név nélkül lévő közterületek elnevezéséről. Ugye itt 4 közterületről kell döntenünk, melyeknek még nincs nevük, és a központi címregiszterrel és címkezelésről szóló kormányrendelet alapján kötelesek vagyunk ezeket is elnevezni. Bizottság tárgyalta, be is érkeztek a lakóktól a különféle javaslatok. Megkérem elnök urat, hogy tájékoztasson bennünket a bizottság határozatáról. Köszönöm szépen. Itt a hivatal munkatársai egyeztettek a környéken lakókkal. Gyakorlatilag itt a Rákóczi útnak a felső végéhez csatlakozó különböző kisebb utcákról, lejtőkről van szó. 4 ilyen elnevezés született, ami a lakókkal való közös
egyetértés alapján, és a bizottság, miután ezek ilyen virág neveket tartalmaznak, a bizottság nem talált kivetni valót ezekben a nevekben, úgyhogy elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a határozati javaslatban foglalt, akkor egyetért, és a javaslat elfogadásra javasolja a határozatot, kérem jelezze. Köszönöm szépen. A javaslat elfogadásra került. 9. napirendi pont következik, pályázati tanácsadási feladatokról. Ugye ebben az esztendőben az önkormányzat szerződés kötött a Tender Auditor Kft.-vel pályázat figyelési és fejlesztéspolitikai tanácsadási feladatok ellátására. Ennek keretén belül több pályázat is benyújtásra került. Ezek közül elég sok pályázat nyert, egy kivételével valamennyi nyert. Megkérem a bizottságot, hogy tájékoztasson bennünket a döntésről. Ugye itt a pályázati, a szerződés meghosszabbításáról kell döntenünk. Köszönöm szépen. A bizottság megtárgyalta ezt a kérdést is, több különböző vélemény volt. Volt, aki elégedett volt a munkájukkal, volt, aki nem igazán, egy kicsit többet várt volna tőlük. Jelenleg az az álláspontja a bizottságnak, hogy egyelőre hosszabbítsuk meg a szerződést a pályáztatót, vagy a pályázat figyelő és író céggel. Két hónapos felmondási időnk van, és várjuk valameddig még, hogy a továbbiakban hogy teljesítenek, és újra utána ítéljük meg a kérdést. Köszönöm. Szépen. Kérdés, hozzászólás? Parancsolj, Tubi! Csak azt szeretném kérdezni, hogy az előterjesztésben nem szerepel az, hogy minek a terkére fogjuk a szerződés, minek a terkére, hogy ez szívesen. Igen, tehát a szerződés hosszabbítást a általános tartalék terhére tudjuk megtenni. Igen? Kérdés, vezető. Vagy a... Ez határozatlan idejű. Tehát ez év végéig terheli ezt az évet. Ezt az évet, nem tudom, hogy ez évet tervezik a nektek terveztetni. Tehát úgy kéne szólni, hogy ebben az évet kéne szépen a tanfali tervezet, következő évet tervezik a nektek. Akkor most sok. Így van. Jó, köszönöm az észrevételt. A módosítás arról szólt, hogy megjelöljük a természetesen, hogy a költségvetési tartalék keret terhére vállaljuk ezt a kötelezettséget. Aki a javaslattal egyetért, kérem jelezze. Köszönöm szépen. Bea? Tartózkodom. A 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat elfogadásra került. 10. napirendi pont következik, bölcsődei feladatok ellátására vonatkozó feladat ellátási szerződés módosításáról. Megkérem jegyző urat, hogy röviden tájékoztasson bennünket a napirenddel kapcsolatban. Köszönöm szépen! A napirend és a határozat javaslat is két időből áll. Egyrészt minden a szolgáltató a családi gyűlölőnál, a családi gyűlölőnél, hogy szeptembertől csökkenti a kódai szám, ennek megfelelően mindig, hogy feleslegesen ne fizessen az önkormányzat, módosítani javasoltuk a határozati javaslatot, és itt a szerződésben a gyerekek félőhelyek számát is. Ezen az első része. A második része pedig a vérszállításról rendelkezik. A vérszállítással kapcsolatban a Népületi Bizottság még nyáron döntött, akkor egy átmeneti megoldással tudta megoldani ezt a nagyon fontos feladatot, de hosszú távon az a jó megoldás, hogyha ezt a szolgáltatót tudná biztosítani, és adott is ajánlatot, és ez az ajánlat, ez bruttó 2800 forint bankbanki vérszállítást jelent a Szentendre Város Egészségügyi Intézménye kerülne beszállításra ez a levet. Tehát ez a két eleme van ennek az előterjesztésnek. Egyrészt egy félhelyről rendelkezik, másrészt a vérszállítás. Kérdés, hozzászólás?
Akkor aki a határozati javaslattal egyetért, kérem jelezze. Köszönöm szépen a határozat elfogadásra került. 11-es napi rendi pont, Visegrád 0352-es helyrezi számú ingatlan 4/261 részének megvásárlásáról. Ugye megkeresett bennünket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT, a hosszú völgy bejáratánál van egy ingatlan, mely majdhogy nem teljes egészében az önkormányzat tulajdona, csupán 4/261 rész képezi a magyar állam tulajdonát, és versenyzés mellőzésével fölajánlották ennek megvásárlását. Most csupán a szándékunkról kell dönteni, majd később tájékoztatnak a vételáról. Megkérdezem elnök urat, hogy a bizottság miként vélekedett az ügyben. A bizottság megtárgyalta ezt a kérdést is. Igazából maga a telek értékét nem találta önmagában jelentősnek, viszont az egy jelentős kérdés, hogyha a teljes telek tulajdonba a város kerül át, az azt jelenti, hogy a jövőre nézve ez nekünk egy nagyon előnyös csere alap lehet adott esetben akár az állammal, akár más szervezettel szemben. Tehát úgy gondoljuk, hogyha tiszta helyzetet teremtünk ennek a tulajdoni viszonyában, az előnyös a városra nézve. Úgyhogy a bizottság támogatja a megvásárlási lehetőséget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tubi, parancsolj. Még csak annyit szeretnék hozzátenni a lakosságra, hogy az összesen 4 négyzetméter kellett. Köszönöm. További kérdés nincs, hozzászólás. Köszönöm. Szavazás következik. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem jelezze. Köszönöm szépen. Egyhangulag elfogadásra került. A nyílt ülés napirendjei végére értünk. Egyebek következnek. Egyebekben van-e esetleg bárkinek kérdése, hozzászólása? Parancsolj, Géza. Köszönöm szépen. Tegnapi bizottsági ülésen tudomásunkra jutott, hogy mind ahogy a polgármester az elején említette, hogy itt járt az államtitkár, illetve országgyűlési képviselőnk, és tárgyalásokat folytattak a város különböző kiemelt és kevésbé kiemelt beruházásairól, illetve ügyeiről. Tegnap ugye ez volt a bizottság utolsó eseménye, ez a beszámoló volt, aki már elment. És én nagyon szeretném most a testület előtt is egy pár szót mondani azokról a dolgokról, amiket a polgármester úr tárgyalta ezekben a kérdésekben az ide látogatókkal. Köszönöm. Igen, tegnapi nap folyamán, mint azt már említettem az elején, Héj Dávid miniszterelnöki biztossal és Vasárdi Sándor országgyűlési képviselővel áttekintettük a folyamatban lévő fejlesztéseket, beruházásokat. Milyen segítsége van esetleg szüksége a városnak és támogatásra, valamint egyeztettünk arról, hogy a elkövetkezendő időszakban melyek azok a fejlesztési lehetőségek, és melyek azok a leginkább égető feladatok, melyeket el kell végeznünk, kezdve itt ugye az egészségház sorsával, a parkolási problémák, közlekedési problémák megoldásával, hogy ugye a városban városlakók és városunk lakosai, hogy úgy mondjam, még komfortosabban és kényelmesebben élhessék mindennapjaikat, valamint az idelátogató turisták is jobban érezhessék magukat. Szóba került a többek között az eltérdülő kérdése is, melyről hát az a javaslat érkezett, hogy abban esetben, hogyha nem sikerül ezt esetleg felújítani, újjáépíteni, akkor azt a lehetőséget is fontolja meg a testület, hogy kéri ennek az esetleges lebontását. Áttekintettük ezen kívül még a lehetséges infrastruktúrális beruházásokat, úgymint csatornaépítéseket és útépítéseket. Valamint szó esett
távlati elképzelések keretén belül a műemlékek lehetséges megújításáról is. Én bízom benne, hogy a elkövetkezendő időben sikerül azokat a régóta, hosszú-hosszú évek óta váró és áhított és jogosan áhított változásokat úgy a templom környékén lévő például a homlokzatok megújítását, valamint a parkolásban, közlekedésben és intézményi megújításában, bővítésében elképzelt fejlesztéseket megvalósítani. Minden ezért erre hivatott, erre volt hivatott ez a tegnapi megbeszélés. Köszönöm. Egyebekben kíván még valaki szólni? Nem? Köszönöm. Akkor a nyílt ülés ezenre bezárom, és akkor zárt ülés keretén belül folytatja munkáját a képviselőtestület.